Az elmúlt években minden szezonban lépett egyet előre a nyíregyházi futszálcsapat, amely az NB1 harmadik helyén zárta a legutóbbi idényt. A 2024-25-ös szezon felvezető sajtótájékoztatón elhangzott, magasra tette a mércét a csapat, de igyekeznek tartani ezt a szintet, sőt, ha lehet, előre is lépnének. Egy nem várt bronzérem után állunk neki a következő szezonnak, hiszen én azt gondolom, hogy a legvérmesebb drukkerek sem gondolták, hogy már a második évünkben, amit az első osztályban töltünk, gyakorlatilag érmet tudunk szerezni. Ugye egy felsőházi rájátszás volt az első körben a cél, de aztán evés közben megjött az étvágy, és ez egy harmadik helyen párosult. Nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni. Mind a szakmai vezetés, mind a játékosok célja az, hogy sikerüljön. Ezért is volt olyan igazolási politikája a csapatnak, hogy három válogatott, illetve egy honosított játékosra még úgy megerősíteni a keretet, hogy legalább ezt az eredményt el tudjuk érni, de hogyha úgy alakul a szezon, elkerülnek minket a sérülések, és tényleg jól tudunk szerepelni, akkor komolyabb célokért is küzdhetünk idén. A távozó Lakatos László, Kovács Ádám és Krajnyák Zsolt helyére három válogatott játékos érkezett. A magyar állampolgársággal is rendelkező brazil Rafael da Silva a Berettyóújfalu meghatározó játékosa volt, Friedrich Dávid Veszprémből, Harmati Tamás pedig Debrecenből tette át a székhelyét Nyíregyházára. Lovas Norbert vezetőedző szerint a játékos keret alkalmas a kitűzött célok elérésére. Remélem, hogy ennek a célnak, ennek a nyomásnak meg fog felelni mindenki, és beállnak a sorba a játékosok, és jönnek az eredmények, bár nagyon nehéz sorsolást kaptunk, hiszen három top csapattal játszunk, és ők az előző kiírásban is ott végeztek. A dobogó első két fokán, 91. lett a Berettyó, tehát ilyen nehezebbet nem kaphattunk volna. Nem kifogásokat keresek így az elején, csak tényleg nehéz. Viszont mi is erősödtünk, és nem kíváncsian várom amúgy, hogy ezen a három meccsen, hogy mit fogunk nyújtani. Hosszú a szezon, meglátjuk, hogy alkalmazkodunk ezekhez a csapatokhoz, hiszen ők is erősödtek. A Veszprém is 6 vagy 8-at igazolt, a Berettyó is igazolt, két külföldi, tehát meg ott egy alap jó csapat van, a Haladást pedig nem kell bemutatnom. A Kecskemét pedig egy nagyon jó csapat, hát nagyon bízom benne, hogy azért ott leszünk az elején, és a végelszámolásnál pedig hasonló szezon tudunk produkálni. Harmati Tamás azért váltott klubot, hogy a Nyíregyháza színeiben éremért harcoljon a bajnokságban és a kupában. Az egész csapat ugye elmondták itt a sajtótájékoztató folyamán, hogy próbál fejlődni, és nagyon szimpatikus volt. Az első benyomások nagyon jók, tényleg a csapat olyan, amilyennek elmondták, reméljük, hogy ez majd a bajnokságban is ki fog tükröződni, és hát magamtól is azt szeretném visszavárni, amit az edző ugye elvárt, illetve elmondták, hogy milyen típusú játékos vagyok, ezeket szeretném megerősíteni a csapatban. Az A-Studio futszál Nyíregyháza hétfőn este 6:30-kor lép pályára Berettyóújfaluban. A nyitóforduló további párosítása a következő: Kecskemét Aranisese, Haladás VS-e Nyírbátori SC, Magyar Futszál Akadémia Veszprém, Deac TFS-e és Újpest Rubeola FC.